Következő dalunk az Il Coccodrillo. Ez az első olasz nyelvű dal a Carson Coma történetében. Az egyetlen nem magyar dal a Lesz, ami lesz című lemezem. Egy olyan dal, amit két dobbal vettünk föl. Hát ki más, hanem a Bálint találta volna azt ki. Figyú, tök jó, de mennyivel jobb lenne, ha ketten dobolnánk egyszerre. Szerintem tök jó, igen, és akkor ilyen kingizzördesen vettük föl, csak Bálintnak volt lábdobja is, meg minden, és akkor tudod, hogyha sztereóban hallgatod, akkor hallod, hogy azért a lábcinek az, abból kettő van, nem csak egy. Jó? Nincs ehhez hozzáfűzni való. Nincs mit tárgyalni. Talán zeneileg az, talán az egyik kedvenc számom, mert meg azért is lett ez amúgy az a dal, amit olaszul csináltunk, azon túl, hogy nem tudom, mert hogy így illet is hozzá, hogy a többiek már nagyon-nagyon-nagyon mondogatták azt, hogy csináljunk egy olasz nyelvű dalt, és akkor voltak ilyen dalötletek, és ez így úgy gondoltuk, hogy annyira faszán megáll a maga lábán, annyira jó a zenéje magában, hogy akkor így akár lehet, hogy azért lesz jó az olasz nyelvű dalnak, mert inkább a hangulat visz meg így, tudod, mint maga az, hogy a szöveget értsd és énekeld. És egyébként pedig a szöveg az egy, nem tudom, azért nyilván kevesebb tapasztalatom van abban, hogy olaszul írjak dalszöveget, de egyébként egy ilyen vicces utalás az ilyen leghíresebb olasz gyerek dalra, aminek az a címe, hogy Coccodrillo come fa. Olasz, hogy van egy ilyen gyerek zenefesztivál, nem tudom, amire minden évben kiadnak egy lemezt, meg ilyenek, szóval így, hogy ezek ilyen nagyon nagyot már... Szóval, akkor ez inkább ilyen alma együttes szintű? Vagy igen, ja. Inkább alma együttes szintű, de úgyhogy ténylegesen gyerekek éneklik fel. Ami azért... Ja, Grillus. Hát akkor az a Grillusnak voltak ezek a lemezői, a Maszkabál, aha, az ilyesmi alatt. Hát hallgat, ugye, házi feladat, hazamész innen, szóval de most a Grillus, Maszkabál. Miért nem ülünk meg most a kocsiba, azt így nyomatjuk és így megyünk, így a Margit hídon, letolt ablakkal a mínusz 5 fokba, és jön a tigris. Hogy olaszoktól kaptam a visszajelzést, az nem tudom, anyukám számít?